Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, nem is lett az. Én azt gondolom, hogy azért összességében a mi akaratunk érvényesült. Sikerült azért úgy feltérképezni az így csapatot, vagy inkább úgy felkészülni belőlük, hogy nagy meglepetést nem tudtak nekünk okozni. Egyrészt, másrészt főleg az első fél idő második felében, vége felé elhittük azt, hogy ha földön tartjuk a labdát, hogyha futballozunk ellenük, és nem veszük át a stílusukat, akkor eredményesek is tudunk akár lenni, vagy eredményesebbek tudunk lenni. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés volt, de ez egy óriási pozitívum, hogy mindezt legyűrve sikerült nyerni. Próbáltuk megtartani a labdát a vége felé, igaz az ellenfél sokkal jobban nyomott, úgyhogy ez kicsi nehézkes volt, de hát a szerencsésen szerzett gólunkkal sikerült behúzni a mérkőzést. 4 meccs ilyen rövid idő alatt biztosan megterhelő, de a szövetségi kapitányunk előre gondolkozott, és úgy állította össze a csapatot, hogy minden pozícióra elegendő cserével jöttünk, és így mindenki kellően tud pihenni az adott mérkőzésre. Sokkal erősebb és magasabb szintű rangú csapatok ellen játszunk, úgyhogy mindenféleképpen csak szolgálni tudja a fejlődésünket. Hát én már a legelső horvát túra után is azt mondtam, amikor tornagyőztesek lettünk, hogy az eredmény egy ilyen tornán másodlagos. Most, ha kikaptunk volna minden mérkőzésen, akkor is azt mondtam volna, és nem magyarázkodás miatt, hanem az volt a lényeg, hogy mindenki megfelelő játék lehetőséget kapjon. Minden variációt megnézzünk a mérkőzéseken, ami előfordulhat az EB selejtező mérkőzéseken. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen elérte a célját ez a torna. Hát van még hát egy nagyon nehéz mérkőzésünk, bárki az ellenfél, az sem lesz könnyebb meccs, mint ez. Óriási próbatétel ez a lányoknak, hogy 4 kőkemény meccset kell játszani, nálunk csak jobb, legalábbis előbbre rangsorolt csapatok ellen. Hát most bebizonyítottuk, hogy azért nem biztos, hogy jobb csapatok, azért, mert előttünk vannak. Ez nagyon fontos visszajelzés számunkra, hogy beszéltünk arról most már itt hónapok óta, hogy fejlődik a csapat, és nagyon fontos volt, hogy végre egy olyan skalpot megszerezzünk, aki igazán számít.